1 millió aláírást akar gyűjteni Hatházi Ákos azért, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Az akcióhoz az ellenzéki pártok támogatását kérte. Az Egyenes Beszéd kontrában Hatházi Ákos, Trónai Egon mellett Horváth Zoltán és Somos András kérdezi. Köszöntöm vendégünket, meg vendégeinket, újságíró kollégáimat. Jó estét kívánok mindenkinek. 1 millió aláírás. Ez ritkán szokott összejönni bárkinek is ebben az országban, hogyha ennek neki beselkedik. Egyedül próbálja? Nem, hát ez nagyon lényeges, hogy nem egyedül. Nyilván egyedül nem tudnék ennyit összeszedni. Hogyha azért számolgatunk, hogyha 100 000 ember gyűjtene, akkor csak 10-et kell személyenként összeszedni, hogyha 10 000, akkor csak 100-at kell összeszedni. Nagyon sokan kérdezik egyébként, és használjam ki ezt az alkalmat, hogy erről beszélhetek, mert egyenként nem mindenkinek tudok válaszolni. Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor lehet már aláírni, és meglepően jó ennek a fogadtatása. Én azt hiszem, hogy értik, hogy miről van szó. Köszönöm, hogyha beszéltek róla, mert kell is, hogy minél többen halljanak róla, de aki hallott róla, az érti, hogy miről van szó, és kérdezik, hogy mikor lehet aláírni. Hát most az a szakasz van, amikor ezt meg kell szervezni. Tehát ennek akkor van értelme, ennek az akciónak, hogyha minél gyorsabban, minél több aláírás jön létre, és akkor van értelme, hogyha ez nem csak egy ilyen kommunikációs akció, hogy most valamiről beszéljünk, hanem hogyha ezt tényleg megcélozzuk, és minél hamarabb, és minél több aláírás jön össze, annál erősebb lesz a politikai következmények. Beszéljünk még a kommunikáció szintjén erről a valamiről, hogy miért az Európai Ügyészség a célja, annyi mindenért lehet aláírás gyűjteni, ön ezt választotta, miért? Én nagyon sokszor, többször elmondtam már, hogy igazán 3 olyan terület maradt, ahol még a Fidesznek van félnivalója, illetve ahol még meg lehet tartanunk ennek a demokráciának a maradékait, amiről van szó, meg lehet tartani a reményt. Ez a 3 terület, ez a független sajtó maradékainak a megtartása, és ugye a kormány propagandának a kicsavarása a kormány kezéből, a másik, ami sajnos nagyon veszélyben van, a független bíróság, és a 3. terület, az pedig az Európai Uniós pénzeknek a kontrollja, ugyanis ez még nincs a kormánynak a kezében, az Európai Uniós pénzek kontrollja az Európában van. Nagyon sok jel mutat arra, hogy Európai Unió nem fogja tovább nézni tétlenül, vagy már nem sokáig nézi tétlenül ezeknek a kontroll nélküli ellopását ezeknek a pénzeknek, és emiatt 2 dolog miatt is nagyon fontos, és kulcsfontosságú, és hazánknak akár évtizedekig tartó jövőjét határozhatja meg, hogy az Európai Uniós ügyészséghez csatlakozást ki tudjuk-e kényszeríteni. Az egyik dolog az az, hogy természetesen ezzel lehet a korrupció ellen küzdeni, ez lehet a korrupciós küzdelemnek egy jelképe is, de ennél még fontosabb, hogy ezzel tudjuk megmenteni az Európai Uniós pénzeket. Tehát ennek az a tétje ennek a ügynek, hogy lesznek-e még Európai Uniós pénzek, nem fog-e ennek a folyósítása megállni, hogyha ezeknek a folyósítása megáll, akkor pedig onnantól kezdve sajnos nem hiszem, hogy megállítható az a folyamat, amivel esetleg a miniszterelnök ki akarja vezetni Magyarországot az Európai Unióból. Tehát nagyon komoly tétje van, kulcsfontosságú ez a dolog. Van esélye, tehát ez egy olyan ügy, aminek van esélye, hogy elérjük, akkor, hogyha a magyarok mindent megtesznek érte, és a magyarok megmutatják, hogy nem szavaztak a korrupcióra, és a korrupciót meg akarják állítani, a pénzeknek a kontroll nélkül ellopását meg akarják állítani, akkor van rá lehetőség, különösen azért, mert úgy tűnik, hogy erre az Európai Unió részéről is érkezik egy nyomás. Polt Péter utalta arra egyébként Csuha Ildikónak, az ATV.hu főmunkatársának, hogy mintha ez hatékonysági problémát okozna, hogyha az Európai Ügyészség mondjuk működésbe lép magyarországi joghatósággal. Azt nem gondolja egyébként, hogy a legfőbb ügyésznek azért lehet igaza, mert hogy tényleg számos eredményt mutatott fel a legfőbb ügyészség a korrupciós ügyek felderítésében? Hát azt attól függ, hogy a hatékonyságot milyen irányból nézzük. Tehát, hogyha Polt Péter úgy gondolja hatékonynak az ügyészséget, hogy hogyan tudja leállítani a nyomozásokat, és hogyan tudja késleltetni, vagy elsikálni a ügyeknek a kiderítését. Mondjon példát. Akkor nagyon fontos, nem kell túl sokat mondani róla, én 3-at hagy mondjak, az ilyen az egyik a mindenki, akik nézik ezt a tévét, ők hallottak róla, nagyon sokan nem, de akik nézik a tévét, hallottak a LED izzóknak az ügyéről, abban az Elios ügy.
ugye mi tettünk Siffer Andrással még annak idején feljelentést az én bizonyítékaim alapján, ott azt lezárta, teljesen egyértelmű bizonyítékok ellenére lezárta a magyar ügyészség, mit ad Isten, az Olaf, az nagyon durva, tehát a mi feljelentésünk kívül is. Most Polt Péter lezárta ez volna. Már nem, ez egy másik dolog. Annak idején, amikor mi megtettük a feljelentést, akkor ő szó nélkül lezárta, majd jött az Olaf jelentés, ekkor nyitották újra a nyomozást, tehát ez valóban egyébként ugye rosszul tette fel a képviselő kollega a kérdést, mert ő az ügyészséget kérdezte, hogy nyomoz-e, ugye nem az ügyészség nyomoz, hanem a nyomozó iroda, központi nyomozó iroda nyomozgat, de hát nyomozgat. De ennél hagyd mondjak egy teljesen egyértelmű, ami szerintem mindenki számára egyértelmű egy példát, ez pedig Farkas Flórián. Tehát Farkas Flórián még mindig ott mosolyog, igaz, hogy nem ő lett a most a roma biztos, hanem a Balogh Zoltán lett a roma ügyi biztos, de mégis ott mosolyog a parlamentben, holott a roma pénzeknél már maga az állam, a kormány is elismerte, hogy 1,6 milliárdot szó szerint elloptak, hiszen kifizettek ennyi pénzt, és semmi nem lett belőle, vissza is kérték. Tehát egy olyan ügy, ahol mindenki tudja, hogy az összes közbeszerzést az Farkas Flórián írta alá, és még sincs következménye, lehetne sorolni ezeket. Az legutóbb, hagyd mondjak még egyet, ez benne volt valamelyik nap az újságban is, szegény ellenes stratégiákat irattak minden járásban. Szegény ellenes stratégiákat, ezeket ilyen tanulmányokat nem megszeleti. Szegénység ellenes, de körülbelül ugyanennyi az értelme ennek is. Minden járásban megiratták, én találtam olyanokat, amiknek az első 25 oldala szó szerint megegyezett, és ezen kívül még nagyon sok minden probléma volt, mert általában ugyanazok a cégek adták be az országba mindenütt az ajánlatokat. Ennél egyértelmű bizonyíték, hogy az ügyészség vagy a nyomozó iroda el akarja, tehát ennél egyetem bizonyítékot, hogy ez csalás volt, amikor két egymáshoz teljesen megegyező tanulmányt adnak be Komlón meg Sásdon, szerintem nincsen. Viszont az ügyészség azt mondta, hogy hát ő nem talált semmilyen egyességet, semmilyen egyezőséget, tehát ennél egyetemi bizonyítékot én már nem fogok tudni. Nem azt mondta, azt mondta az ügyészség, hogy az egyezőség ellenére sem talált bűncselekményre utaló nyomot. Nem. Azt mondta, hogy ők nem találtak egyezőségre utaló jelet. Ez így le van írva feketén-fehére. Tehát én, ha még 2 évig, 5 évig, 10 évig tartom a korrupció infókat, ennél egyetem bizonyítékot, hogy a magyar ügyészség el akarja ezeket az ügyeket sikálni, nem fogok találni. Én pontosan ebből indulnék ki. A képviselő már érzékenyített bennünket, meg a társadalomnak azt a részét, amelyik erre képes odafigyelni, hogy ebben az országban szánkig ér a korrupció, és lassan ugye az orrunkig vagy a fejünk tetejéig fog. Maradjunk annál az illúziónál, hogy az Európai Uniónak lesz hatalma, képessége, ereje, főügyészség bármi módon kordába tartani a magyarokat. Ehhez ugye mi most 1 millió aláírást akarunk gyűjteni. Legyünk a tekintetben is optimisták, hogy meg lesz ez. Én azt kérdezném, hogy milyen infrastruktúrával, milyen hálózattal, milyen szervezetben, hogyan akarják ezt az 1 milliót összegyűjteni, mert gondolom, hogy Hatházi Ákos egyedül nem fogja, és abban sem vagyok biztos, hogy az ellenzéki pártok akármilyen összefogással összetudják-e. Képes lesz-e ez az ügy a civil szférát valamilyen módon végre úgy megmozgatni, függetlenül vagy függően a politikától, hogy végre 10 ember, 100 ember, vagy 1000 ember, vagy ahány éppen szükséges, összegyűjtse ezt az aláírást. Ezt akkor fogjuk megtudni, hogyha elkezdjük és megpróbáljuk. Lehet, hogy nem fejeztem be egy gondolatot, mert az előbb azt kezdtem mondani, hogy nagyon sokan várják már, vagy kérdezik, hogy mikor indul. Én azt tudom erre válaszolni, mert akkor hadd fejezzem be most, akkor fog elindulni, amikor azt látom, hogy ennek az aláírásgyűjtésnek a szervezettsége olyan fokot ért el, hogy ebből már lehet valami. Tehát akkor, ha azt látom, hogy lesznek segítők, lesznek azok, akik ezt gyűjtik, erre egyébként látok esélyt. Azt a 10 000-es számot, amit a beszélgetésünk elején mondott, hogyha 10 000-en gyűjtenek, akkor fejenként csak 100 kell. Hát akkor 100 kellene összeírni. Azt gondolja, hogy 10 000 aktivistát talál lehez? Nem tudom, meg fogjuk látni. Nyilván, ha fele ennyi van, akkor 200-at kell összegyűjteni, többet kell összegyűjteni. Hol keresi? Hol jelentkezzenek azok, akik erre adott esetben aktivistaként részt akarnak? Először is én nagyon sok beszélgetést megtettem már az elmúlt időszakban parlamenten kívüli szereplőkkel, civil szervezetekkel, ahogy ön is mondta,
nagyon jó emberekkel, nagyon sok emberrel, nagyon pozitív volt a visszajelzés, innen elég sok segítség ígéretet kaptam erre. Mai napon volt egy egyeztetés a pártokkal, kíváncsi voltam a pártokat. Nem hiszem, hogy a pártok ezt önmagukban meg tudják oldani, mert korábban nem tudták megoldani, de ugyanakkor nem kell megkerülni, és lehetőséget kell nekik is adni, hogy ehhez csatlakozzanak. A Jobbikon kívül eljött az összes parlamenti párt, és nagyon örültem, hogy a Momentum is eljött. Nekik például kifejtem, hogy a tapasztalatuk van ezeknek a gyűjtéseknek. Ez furcsa, mert a Jobbiknak a programjában is szerepelt. Hát a Jobbiktól kaptam egy zavarba ejtő levelet, mert a Jobbik azt írta, hogy nagyon egyetértenek, de nem látják a hozzáadott értéket ebben az ügyben, és figyelmembe ajánlották, hogy ők interpelláltak a parlamentbe már ebben az ügyben. Hát én szerintem ez kevés, tehát én nagyon remélem, és majd igyekszem a Jobbikot is azért meggyőzni, remélem, hogy magánbeszélgetéseket sikerülhet. És az egykori pártja az LMP, hogy ott volt? Itt volt, ott voltak, meghallgatta egy képviselője ennek, amit én szeretném. És a Fidesz is ott volt, azt mondja, hogy valamennyi parlamenti pártot. Ellenzéki pártot, igen. Tehát a Fidesz és a KDNP nem. Igen, és egy nagyon fontos információ, nem volt természetesen, nagyon fontos információ, szép lassan, most már talán tényleg akár órákon belül, vagy egy-két napon belül elindul az az oldal, ahol azoknak a regisztrációját várjuk, akik a gyűjtésben, szervezésben segíteni tudnak. Most ez a GDPR, ez az adatvédelmi szabályozás, ez megnehezítette, igyekeztünk úgy megcsinálni ezt a dolgot, hogy ebben ne lehessen majd belekötni adott esetben. Én bizakodó vagyok. Az, hogy ez fog-e sikerülni, ezt majd meglátjuk. Akkor mindenre azt mondjuk, hogy nem sikerülhet, akkor abból nem lesz. Nem zavarba ejtő ennek az ambíciónak bocsánat, és a szervezésében, hogy a választási eredmény itt van 3 hónappal mögöttünk? Hát és ugye, ezért van ez az elmúlt szükség. Éveket töltötte azzal, hogy ahogy előbb hallottuk Zoltántól, érzékenyítette a társadalmat, de a társadalom nem lett érzékeny. Igen, bocsánat, csak egy dolog jutott eszembe, tehát azt megígérem, hogy nem fogom azt csinálni, mint a kormány a soros konzultációval, vagy a nemzeti konzultációnak csúfolt valamivel, hogy majd kitöltök ilyen üres lapokat, és azokat kirakom dobozokban. Tehát ezt megígérem, hogy be fogunk számolni, és bizonyítani is fogjuk, hogy az az aláírás szám, ami belül. Azt sem tudja bizonyítani, hogy ez így volt. Az dehogy nem, mert az annyiszor. Hol tudták bizonyítani, hogy üres lapok voltak a dobozokban, amiket hát megszámoltak? Én azt tudtam bizonyítani, hogy azok a számok nem stimmelnek, amiket a kormány megmutat, meg azt tudtam bizonyítani, hogy nem mutatták meg nekem, és nem mutatták meg senkinek. Hát azt tudta bizonyítani, hogy nem látta. Azt tudtam bizonyítani, hogy nem mutatták meg sem nekem, sem Szél Bernadettnek, se senkinek ezeket, és azt tudtam bebizonyítani, hogy a számok egyszerűen nem stimmelnek. De az előző kérdésemre hadd kérek választ. Igen, tehát, mintha a társadalom nem rezonálna olyan nagyon, ez nem arra, hogy a korrupció mekkora az országban. Egyrészt ugye ezt mindig visszautasítom, tehát ezt minden mérés azt mutatja, hogy ez nem igaz, tehát az embereket kifejezetten zavarja, a lopás kifejezetten zavarja. A korrupció, az egy más kérdés, hogy amilyen választási eredmények lennek, ugye nem erről szól ez a mai nap, ezeket lehetne elemezni nagyon sokáig, vagy ez a pár perc, hogy de, miért de olyan lettek. De most, és a korrupció ezért, gyakorlatban éppen, megszavazzák éppen azt a pártot, ezért, amelyiket ezzel éppen, vádolja. Éppen ezért nagyon... visszatérek majd erre, éppen ezért nagyon fontos ez az aláírásgyűjtés, meg kell mutatni, tehát a magyaroknak lét szükséglet az, tehát a hazánknak a jövő, nem nagy szavak, mert ezek így vannak, akár jövő évtizedeinket meghatározza, hogy megmutassuk most az Európai Uniónak is, meg magunknak is, hogy nem a korrupcióra szavaztak, még azok sem, akik a Fideszre szavaztak, mert az sem igaz, hogy ők azért szavaztak arra, hogy a korrupciót megtehessék. Én egy picit várni akartam egyébként ennek a aláírásgyűjtésnek a bejelentésével, vagy lehetőségének a bejelentésével. Akkor határoztam el, hogy nem várok vele, amikor egy interpellációra, ahol azt hiszem, hogy Vadai Ágnes interpellálta ugye a Németh Szilárdot éppen ebben az ügyben, és a Németh Szilárd azt mondta, azt merte válaszolni, hogy hát az emberek ez ellen szavaztak 18 áprilisában. Ez nem igaz. Akkor, hogyha a magyarok meg akarják mutatni, hogy nem a korrupcióra szavaztak, erre ez a lehetőség van, és még egyszer mondom, nagyon-nagyon létszükséglet, mert akkor, hogyha Európa elzárja a pénzcsapokat, akkor onnantól kezdve a miniszterelnöknek nem lesz érdeke
bentartani az Európai Unióban ezt az országot. Ha nem jön a pénz, akkor onnantól kezdve az Unió csak kellemetlenséget jelent. Mert egyébként nem reális, hogy Európa elzárja a pénzcsapokat, vagy egyáltalán nem egyértelműek az információk. Jön ilyen információ is, olyan információ is. Azért azt hagyd mondjam el, hogyha ezt engedné még sokáig Európa, akkor tényleg megérett a szétesésre, és akkor tényleg magának az egész Európai Uniónak a léte megkérdőjelezhető. Ha vigyázz ezt a mondatát, de Fidesz álláspontját meghatároz, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy ez szuverenitási kérdés, ez az Európai Ügyészség problémája. Nyilván ezért a Fidesz képviselő nem ment el erre az egyeztetésre, de csak ezért. A másik az, hogy nyilván Orbán Viktor szempontjából ez egy érdekes fejlemény, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc az kétszer gazdagabb, mint az angol királynő, ugye? És egyébként azon nevetnek nyugatra szakadt honfitársak, hogy ez gyakorlatilag az utóbbi évek fejleménye, hogy ezt ilyen nyugodtan viseli a közvélemény. Egy ilyen környezetben, képviselő úr, úgy néz ki, mint Don Quixote, csak egy kicsit kisebb a szakára. Ezt azért cáfolnám, tehát én nem érzem, sokan mondják, hogy ugye itt ilyen magányos harcos lennék, én nem érzem így. Tehát én nagyon, annak ellenére, hogy ugye most kénytelen voltam egy pártot elhagyni, nem szerettem volna, és remélem nem sokat fognak róla kérdezni, de nem érzem úgy, hogy egyedül lennék, nagyon sok támogatást kapok, politikai szereplőktől is, és a közemberektől is. Parlamenti pártoktól is? Inkább úgy mondanám, hogy parlamenti pártoknak egyes képviselőitől. De parlamenten kívüli politikai szereplőktől is, civil szervezetektől is nem érzem, hogy egyedül lennék, és azt sem érzem, még egyszer mondom, én nem érzem azt, hogy az embereket ez ne zavarná, ez a korrupció. Felmérések mutatják. Mészáros Lőrinc kifejezetten zavarja őket. Mészáros Lőrinc egyébként mindenképpen baj van, mert hogyha ugye mondta, hogy sokkal gazdagabb a királynőnél, de ugye milliószor gazdagabb papíron a miniszterelnöknél is, ugyanakkor korábban bemond, hogy ő ugye a szorgalmának, meg a miniszterelnök barátságának köszönheti a vagyonát. Na most két eset van, ugye ebből ő vagy ad vissza a miniszterelnöknek, ugye hát az maga a korrupció, az egy nagyon csúnya dolog, ha meg nem, akkor ő egy nagyon-nagyon szemét ember, mert ilyen vagyont kapott valakinek a barátságom. Ez nem így működik. De tulajdonképpen én abba akadnék bele, hogy valóban, én azt hiszem, még a Fidesz szavazók is nagyjából tisztában vannak arra, hogy mondjuk így korrupciós elemek megjelentek a magyar politikában. A nagy kérdés az, hogy ezt a fajta indulatot akármilyen politikai oldalon sikerül-e mozgósítani. Iszonyú nagy felelősség egy ilyen kezdeményezés elindítása, mert a kudarc az nagyon súlyos visszajelzés a társadalomban az a tekintetben, hogy amit a kollega is mond, elfogadja a társadalom ezt a szituációt, elfogadja azt az uralkodó pártot, aki ezt a korrupciót képviseli. Sőt, érv lesz a számára, hogy na, ugye a társadalom nagyja úgy gondolja, na, a kérdés az, hogy hol vannak azok a módszerek, megvannak-e már, születőben vannak legalább azok a módszerek, azok az érvek, azok a mozgósító eszközök, infrastruktúrák, adott esetben anyagiak, amelyek ennek az egymillió szavazatnak az összegyűjtése szükséges, vagy már eleve kódolva van, ha esetleg nem, vagy nem eléggé a kudarc. Ha kódolva lenne, akkor nem csinálnám. Tehát éppen ezek miatt a felvetések miatt, természetesen, ha azt gondolnám, hogy az eleve kódolva van, akkor nem csinálnám. Ugyanakkor én nem hiszem, hogy itt van lehetőségünk különösebben várni. És nem hiszem, hogy van lehetőségünk éppen az előbb mondottak miatt azt, hogy ezt ne próbáljuk meg. Igenis veszélyes. Megvan a veszélye annak, hogy Magyarországot a miniszterelnök ki akarja vezetni az Európai Unióból. Évtizedekre teszi tönkre az országot. Akkor, hogyha valami miatt csak lelassítják, vagy felfüggesztik, vagy felezik a pénzeket, akkor ez már ennek a lehetősége fent. De közben látjuk a Brexit esetében, hogy ez mennyire bonyolult folyamat, és hogy mennyire nem egyik pillanatra a másikra lehet azt is országot látjuk, kivezetni. Tehát annak azt is látjuk, hogy ennek milyen súlyos, is, hogy azt is látjuk, lenne. Hogy ennek milyen súlyos következményei lehetnek, és ugye más dolog egy demokráciában ennek a következménye, meg más dolog egy olyan országban, ahol a demokráciának már inkább csak az emlékeiről beszélhetünk. Az attól függ, hogy milyen gyorsan. Tehát ugye most én mondhatom azt, hogy összegyűjtöm az 1 millió aláírást 4 év alatt, és akkor majd valamikor lesz, ez nyilván annak nincs ereje. Akkor, hogyha ez valóban összegyűlik és gyorsan, akkor el lehet dönteni a következő lépést, illetve annak már biztos... tartsunk ott, és akkor majd ezt megbeszéljük. De ugye azt meg kell mondani, tehát amikor 1 millió aláírást össze akarunk gyűjteni, én azt gondolom, hogy akkor azt meg kell mondani a társadalomnak, a gyűjtőknek, hogy azt, mire megy a játék. Azt tudom mondani, hogyha 1 millió aláírás van, azzal bemutattuk azt, hogy a magyarok
tudnak egy irányba menni. Tehát ez nem és a magyarokat sem Orbán Viktor, sem a kormány, sem az Európai Unió. Két nyomás jön, kívülről jön egy nyomás, és belülről jön egy nyomás. Akkor, hogyha ez valóban összejön, akkor ennek vannak következményei. Nem igaz, hogy a Fidesz soha nem változtatott a politikáján, és nem igaz, hogy nem hátrált meg bizonyos kérdésekben. Tudjuk ezeket sorolni, mert nem sok, nagyon rövid, ugye ez a lista, ugye a olimpia ellenes aláírás volt, a netadós tüntetés, inkább azt mondanám, hogy a tanároknak és a diákoknak a tüntetése hozott bizonyos eredményeket, hogyha nem is átütő, de hozott eredményeket. Ez sajnos azért ilyen rövid a lista, mert nagyon kevés volt az olyan esemény, amikor azt látta a Fidesz, hogy a magyarok elindulnak egy irányba, és kiállnak az érdekeik mellett. Meg kell próbálni. Még visszább jövök. Én egyszerű civil, itt vagyok fölzaklatva a képviselő úr több éves munkája által, föl vagyok háborodva, szeretnék valamit csinálni. Azon kívül adott esetben, hogy aláírok, ha esetleg majd az orrom alá dugnak egy ívet. Hova menjek? Mit csináljak, hogyha én ennél többet szeretnék? Hát először is ne csak aláírjon, hanem jelentkezzen, regisztráljon be, hogy gyűjti. Mert ez munka. Tehát ez, én gyűjtöttem, fideszesként gyűjtöttem. Hol tudok regisztrálni? Mondom, néhány napon lesz egy ilyen weboldal, ahol lehet regisztrálni. Én fideszesként gyűjtöttem, én tudom, hogy ez nagy munka. A Fidesz elvégezte ezeket a munkákat, az ellenzék nem végezte el. Az ellenzék inkább kommunikált és beszélt, de ez fizikai munka, ezt csinálni kell. Tehát ezzel menni kell, a vezetőknek menni kell, és inspirálni az embereket, és az embereknek pedig gyűjteni kell az aláírásokat. Hadd mondjam el, mert van itt azért egy másik fontos kérdés, amiben némileg az MSZP-vel vitánk volt például a mai megbeszélésen is. Ugye az MSZP nagyon hasonló két kérdésben javasolt népszavazási kezdeményezést az elmúlt két hétben, amiről én már nagyon régóta beszélek. Van, aki azt mondja, hogy rárepült a én kérdésemre, én ezt nem így fogom fel, én örülök, hogy ő is szóba hozza ezt a témát, hiszen alapvető kérdés, hogy a sajtó hogyan fog ehhez hozzáállni. Például a médiában ezt mennyire tudjuk, és nagyon köszönöm, hogy itt erről beszélhetek, ez egy alapvető kérdés. Na most ők azt mondják, hogy népszavazást szeretnének ebben kiírni. Ez sajnos én azt hiszem, hogy ez egy nagy tévút. Volt már ilyen kezdeményezés néhány éve, és akkor ugyan jogilag valószínűleg nem megalapozottan, de nem vagyok jogász, de akárhány jogászt kérdeztem, aki ehhez ért, az azt mondta, hogy nem megalapozottan, de mégis a kúria azt az álláspontot mondta, hogy ehhez alaptörvény módosítás kell, tehát erről emiatt nem lehet népszavazást kérni. Nincs kétségem, én nekem legalábbis szemennyi kétségem sincsen, hogy ebből népszavazást nem lehet kikényszeríteni. Én sajnos egy kicsit önkritikus vagyok, visszanézek, hogy a LMP-nek volt egy kezdeményezése a paksi atomerőmű meggátlásában. Ott is a kezdetektől fogva, ugyan tudtuk, hogy jogilag igazunk van, hogy ki lehetne iratni ezt a népszavazást, és próbáltuk is ugye nagyon sokféleképpen, de nem írták ki a népszavazást. Ezzel picit sajnos megzavartuk a választókat, mert közben ugye elkezdtünk mi aláírás gyűjteni, de nem volt egyértelmű a cél. Úgyhogy én itt én tartok attól, és vigyázni kell ezzel, de és remélem, hogy meg tudom majd győzni az MSZP-s. Nagyon fontos dolgot mondott, ugye nem lehet népszavazást kiírni ebben az ügyben, mondja. Én azt gondolom, hogy ennek nincs realitása. Szeretne 1 millió aláírást, ami semmire nem kötelez senkit. Egy gesztus a társadalom felől, nem. A kormányzat irányába, hogy mit szeretne a társadalom egy része. Nem, ezt még egyszer mondom, kint is szeretnék, tehát az Európai Unió részéről is egyértelműen nyomás. De semmire nem kötelezi a magyar kormányzat, hogy kint majd nem jön a pénz, legfeljebb majd nem jön a pénz, és ha nem jön a pénz, akkor legfeljebb majd a miniszterelnök kivezeti az országot. Tehát van nyomás kívülről. És az nagyon sok embernek fájna, hogyha nem jönne, nagyon sok Fidesz közeli ember ugye ebből él, nem de kicsit jól. De miért gondolja, hogy nem jön a pénz? Erre egyelőre semmiféle. Nekem nem ilyen információm vannak. A következő pénzügyi időszak tárgyalásaiból az látszik, hogy valamivel kevesebb, nem csak ide, sok-sok ebben érintett országban, de jön pénz. Az Európai Unió ugye nem olyan, egyáltalán nem olyan, mint egy ilyen gyors naszát, hanem inkább, mint egy nagy tanker, vagy valami óriás anyahajó, borzasztóan lassan fordul. Reméljük, hogy így lesz. Bocsánat, ez nagyon fontos ezt tudni. Akkor kinek beszélnek az öltözőben?
nem tudom, mennyi idő van. Ne az ez nagyon lényeges. Gyűlnek, tehát ezek az adatok az Európai Uniónál gyűlnek. Az Európai Unió nem tudta 5 éve azt mondani, hogy akkor ő lezárja, mert ugyan de ilyen információi mondja. Vannak, de dehogy nem. Tehát most legutóbb egy 1000 milliárdos nagyságrendet mondott ki, nagyságrendről mondta ki, hogy bizony azt elcsalták. Egyelőre ugye azt mondta, hogy hát egyezzünk ki 100 milliárdból, de ezt visszafizetitek. Nem azok, akik elcsalták, hanem önök meg mi, akik ugye az adóból ezt visszafizetjük. De ezek a tények ott vannak, és nem olyan tények vannak náluk, és az én ügyeim sem olyanok, amik ilyen elkülönített ilyen kis aprós vindlik. Ilyenek mindenhol vannak, apró milliárdos vindlik, más országokban is vannak, amikor valaki kitalál egy jó kis ügyet. Hanem itt bizony gyűlnek azok az anyagok, hogy egész egyszerűen Magyarországon nincsen ellenőrzés, illetve Magyarországon olyan ügyek vannak, ahol kormányzat szervezi. Tehát az 10 másodperces kérdésem, ahogy egy percet válaszoljon a képviselő úr. Azt szeretném kérdezni, hogy a Fidesz, Orbán Viktor azt sejtette, hogy ön egy lobbistája egy nagy multi cégnek, ugye? Igen. Az ön azt egykori aztán... pártja, amelyet elhagyott, azt mondja, hogy ön hiteltelen és megtisztul az LMP attól, hogy ön már nincs ezt ott. Én a Reflektor blogon olvasom. Ott sosincs név, tudja. Szerintem a Reflektor blog az még közel áll az LMP-hez, lehet azt mondani, hogy ez a párt álláspontja jelenleg. Nem tudom, ha nincs név, akkor az ne foglalkozunk vele. Ha nem érzi azt, hogy az ön harcát, ez az általános támadás ön ellen, hogy így mondjam, a választók szemébe hitelteleníti. Hát nézze, a miniszterelnök ugye úgymond visszavonta kvázi az állítását, ugye én őt pereltem, és aztán ugye ebben a perben ugye én csak azért, hogy kérjen bocsánatot, ugye nem nyertem meg ezt a pert, tehát nem kellett bocsánatot kérnie, de csak azért, mert a perben ő azt mondta, vagy a védője, a Bajkai azóta képviselő úron keresztül a védője azt mondta, hogy hát ő nem azt mondta, hogy én tényleg lobbista vagyok, hanem ő csak úgy gondolta, tehát a véleményét gondolta, tehát visszavonta. Én azt úgy értettem, az, hogy az, hogy szeretnék, hogy sokan szeretné ezt a kormánypárti média ugye elhitetni emberekkel, hogy én hiteltelen vagyok, ez teljesen egyértelmű. Az ellentét, hogy fogja tudni leállítani, hogy ne tekintsék bűnbaknak minden belső problémájuk, mint hogy ugyanennel a blognál ez eléggé egyértelműnek látszik, ez a Reflektor blog, ez az LMP hangja. Leginkább úgy, hogy ezekkel nem szeretnék reagálni ezekre a... Ezen múlik a választás kérdése? Már milyen ezen választás? Átsiklunk, csak így átsasszézzünk ezeket. Hát mondom, én az LMP-ről, amit szerettem volna az elmúlt időszakban, elmondtam, sajnos többet is kellett elmondanom, mint amit szerettem mindent volna. Mindent fenntart? De elmondtam, amiket elmondtam, fenntartom, de én nem szeretnék a jövőben ezzel foglalkozni. Sok sikert kívánok az LMP-nek, és szeretnék velük együtt dolgozni, többek között ugye az 1 millió aláírásnak a... Jó. A munkát a gyűjtés megkezdéséhez lesz ez a feladat bőségesen. Adházi Ákosnak köszönöm szépen, csak úgy, mint Horváth Zoltánnak és Somos Andrásnak. Köszönöm önöknek a figyelmet. Holnap este találkozunk ismét, viszontlátásra.